Sziasztok! Gergő vagyok, és Budapesten élek 4 hónapja informatikusként dolgozom. Az M betű tulajdonképpen azt jelenti, hogy meleg. Ezt olyan emberekre szokták használni, akik a saját nemükhöz vonzódnak. Általában homoszexuális férfiak körében elterjedt ez az elnevezés, de ugyanúgy biszexuális emberek, illetve leszbikus nők is szokták ezt a fogalmat magukra használni. Amikor 12-13 éves voltam egy általános iskola 6.-7. osztályban, fiatal tinédzserek kamaszodnak, tombolnak az emberben a hormonok, így láttam azt, hogy a fiú osztálytársaim a lányoknak udvarolnak, és én pont az ellenkezője voltam, tehát nekem pont ők tetszettek. Amikor én fiatal voltam, egy kisvárosban laktam, és ugye akkor még nem volt annyira felkapott ez a téma, tehát én nem kaptam külső jelzőket vagy információkat, ugye, és akkor gondolkoztam azon, hogy most mi van velem, és a legnagyobb szerencsémre akkor az egyik tévében volt egy olyan műsor, ahol egy hölgy férfiakat és nőket is keresett, akkor találkoztam először a biszexualitás fogalmával. És akkor úgy gondoltam, hogy tök jó, végre tudom, mi vagyok, akkor úgy gondoltam, hogy én biszexuális vagyok. De ettől függetlenül nem változott a dolog, és még mindig csak a fiúk felé vonzottam, a lányok felé nem. És akkor gondolkoztam azon, hogy most mi történik, és rákerestem ezekre a dolgokra az interneten, és akkor találkoztam először a meleg fogalmával, és akkor felregisztráltam ilyen csetelős, ismerkedős oldalakra, és találtam egy embert, akivel a mai napig néha beszélek, és ő bemutatott a barátainak, akik ugyanúgy melegek voltak, rengeteg közös programunk volt, és akkor így csöppentem bele ebbe a világba. Ami szerintem most a legfontosabb, ugye a kormány propaganda próbálja összemosni a homoszexualitás, a melegség fogalmát, ugye a pedofíliával, ami alapjáraton szerintem egy elég abszurd dolog tulajdonképpen. Úgy állítják elő az egészet, hogy mi menjünk az iskolákba, azt mondjuk, hogy legyenek az emberek melegek, és akkor fú, de jó móka. Eddig csak az volt, hogy mindenki azt csinál 4 fal között, amit akar, csak ne vigyük ki az utcára. De viszont már tényleg egy olyan szintre eljutottunk, ahol magánéletünkben turkálnak. Azt az üzenetet közvetíti ez az egész, hogy ez döntés kérdése. Számomra a legszomorúbb és a legnagyobb hatású döntés az a gyermekvállalással kapcsolatos törvényhozatal volt. Az a baj ezzel a dologgal, hogy így ellehetetleníti ugye az egyedülálló párok, vagy akár az azonos nemű párok ugye gyermekvállalását, mert ugye 2 azonos nemű ember nem házasodhat. Pedig számomra ez az egyik olyan dolog az életben, amiben nagyon vágyok, hogy az összes pozitív, vagy akár ugye negatív élményt is átéljem, ami egy gyermekvállalása, egy gyermek nevelésével jár. És ugye ezt elveszik tőlem egy olyan dolog miatt, ugye, amiről én nem tehetek. A támogatottságunk tulajdonképpen statisztikailag bizonyított, hogy Magyarországon a melegházasság, illetve a gyermekvállalás támogatottsága mostanság a csúcson van, és hálainak a történelemben elértünk erre a pontra, hogy így egyre nagyobb, és most tényleg így a legjobb nem csak Magyarországon, hanem világszerte támogatottsága ezeknek az ügyeknek. Hogyha még negatív oldalról nézik a dolgokat, az a legszomorúbb dolog szerintem ugye, hogy vannak olyan emberek, akik homofobok, bántalmazók, diszkriminatívak. Most tulajdonképpen én úgy érzem, hogy felülről kapnak megerősítést arra, hogy ez egy elfogadott dolog is, mint hogyha támogatnák is, hogy akkor ezt csinálják. Azok a cégek, vagy például ismertebb emberek, akik ugye eddig nem álltak ki a téma mellett, vagy csendben maradtak, most tök jó érzés számomra azt látni, hogy felállnak, akár tényleg cégek, vagy akár ismertebb emberek, és azt mondják, hogy hello, ez nagyon nincs rendben, ami most itt történik. Számomra azok a könyvek, meg filmek, illetve sorozatok voltak a szívemhez közel mindig, amik ezeket a témákat taglalják. Én nagyon szeretem A karácsony közel áll a szívemhez, a Singlit, ez egy Netflixes sorozat, és egy tipikus karácsonyi film, de annyira jó, hogy 2 meleg férfi talál rá egymásra benne, illetve van a Köszi Simon, amit tudok ajánlani mindenkinek, akár filmben, akár könyvként, főleg úgy, hogy fiatalokkal foglalkozik egy gimnáziumban. Illetve ha valaki szereti a romantikus regényeket kicsit pikánsabb témákkal, annak a Szólítsa nevedet című könyvet, amiből ugyanúgy a film is zseniális, illetve a könyv is.